kéziratok tanúsága szerint 1823. január 22-én fejezte be Csekén a himnusz kéziratát Kölcsey Ferenc. 1989 óta ezt az alkalmat a Magyar Kultúra Napjaként ünnepeljük. Salgó Tarjánban január 27-én a település várossá nyilvánításának 95. évfordulójával összekötve emlékeztek a magyar himnusz és városunk születésére. Az alkalomból Fekete Zsolt Salgó Tarján polgármestere mondott ünnepi köszöntőt. Salgó Tarjánban az évek során kialakult egy életérzés. Mindnyájan ismerjük a sokat emlegetett 2-3 mondatot. Salgó Tarjánban nincs munka lehetőség. Salgó Tarján lepusztult. Salgó Tarjánban nincs semmi. Itt különösen igaz az, ami ránk magyarokra általában véve igaz. Szeretjük elhinni, hogy mennyire rossz nekünk, ugye? Rosszak az utak, rossz a levegő, nincs semmi lehetőség sem kikapcsolódni, sem dolgozni. Minden rossz. Aki elhiszi, hogy rosszul van, az rosszul is lesz. Ez egy önbeteljesítő jóslat. Ám ha hajlandók vagyunk pár lépést hátrálva, távolabbról is szemlélni Salgó Tarjánt, és meglátni az értékeinket is, rádöbbenhetünk, hogy ez valójában nem így van. De mi valahogyan így vagyunk kódolva. Önbeteljesítünk. Én szeretnék szakítani ezzel a hagyománnyal, és szeretném, ha egyre többen látnák, hogy bizony tele vagyunk jó dolgokkal. Meg kell élnünk, és el kell fogadnunk a rossz dolgokat, a veszteségeinket, ugyanakkor tudnunk kell észrevenni és értékelni a pozitívumokat ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak legyünk. Ez motiváló erő a továbblépéshez, a jelenlegi depresszív állapot legyőzéséhez, Salgó Tarján lehetőségeinek kiaknázásához. Kizárólag magunk tudunk tenni sorsunk javításáért, ez mindannyiunk érdeke. Ennek egyik fontos feltétele, hogy észrevegyük értékeinket. Salgó Tarján a várak városa, a ma már stílusként emlegetett szociál építészet fellegvára, bányamúzeumunk és a medvesfensík egész Európában egyedülálló kuriózum. Salgó Tarján sikeres szakemberek, vezetők, sportolók, művészek szülővárosa. Van kire és van mire büszkének lennünk, hangsúlyozta Fekete Zsolt. Amit mi cikinek érzünk és takargatni valónak, abban bizony rengeteg egyediség és lehetőség rejlik. Ezeket meg kell látnunk, és élnünk kell vele. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Természetesen van a jelenünknek egy prózaibb része is. A tapasztalatok, az elmúló év is mindig lehetőség. Kijelölhetünk általuk irányokat. Ugyan immár majdnem 2,5 éve kormányoz a városban a baloldal, a megújult városvezetés még nem teljesen 1 éve dolgozik. 2 Salgó Tarján jövőjét alapjaiban meghatározó, szemléletformáló elv irányítja munkánkat, amelyet nem győzök hangsúlyozni. Az egyik Salgó Tarján önfenntartóvá válása. A másik pedig fiatalok, fiatalok, fiatalok. Ehhez kapcsolódóan itt jelentette be a város vezetője, hogy szeptembertől felsőoktatási szakképzés indul Salgó Tarjánban. Sürgető probléma még a helyben dolgozók béreinek rendezése. Erre ugyan nincs az önkormányzatnak hatásköre, de a megoldási lehetőségek felkutatása érdekében a városvezető folytatja a salgó tarjáni vállalkozókkal, cégekkel megkezdett tárgyalásait. 2017-ben Salgó Tarján a befektetőkért folyó versenybe is beszáll. A következő 2 évben pedig többek között részlegesen megújulhat a bányamúzeum, és a közintézmények energetikai fejlesztése is megvalósulhat. És végezetül 3 szó, amit már szinte mindenki kívülről fúj a városba. Modern, városok, program. Ez az összetett fejlesztési stratégia további nagyobb volumenű turisztikai fejlesztéseket, sporthoz, sportturizmushoz kapcsolódó és más infrastruktúrális beruházásokat tartalmaz. A Modern Városok program általunk tervezett elemei azok, amik meggyorsítják a felzárkózásunkat, sőt, versenyképesek tudunk lenni a többi megyeszékhellyel. A miniszterelnök a napokban Szegedre látogat, és bízunk benne, hogy a következő állomása
Salgótarján lesz. A sikerhez azonban még ennél is több kell. Kompromisszumokra épülő együttműködés a közgyűlés pártjai, a helyi társadalom és a kormány között. Én erre a munkára továbbra is készen állok, és arra kérlek mindenkit, aki Tarján érdekében elhivatott, segítsen, hogy tovább épüljön közös jövőnk, Salgótarján jövője. A kultúra napján került sor a város által alapított kitüntető címek és díjak átadására. Az 1956. évi októberi forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából a forradalom eszméjének ápolásáért végzett tevékenysége elismeréseként Salgótarján díszpolgára posztumusz kitüntető címben részesült Jecsmenik Andor. A húzamosabb időnet, kimagasló színvonalon folytatott közéleti, közművelődési és újságírói tevékenysége, valamint a Kohász Művelődési Központ Egyesületben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Pro Urbe díjat vehetett át Gál Józsefné. Bóna Kovács Károly festő és szobrászművész hagyatékának részét képező alkotások Salgótarján számára történt ajándékozásáért és a helyi kulturális élet jelentős támogatásáért Pro Arte díjat vehetett át Kovács Balázs. A Salgótarján közbiztonsága érdekében kifejtett, húzamosabb időnet végzett magas színvonalú tűzmegelőzési és iparbiztonsági tevékenysége, valamint a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesületben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Salgótarján szolgálatáért díjat vehetett át Bakos Krisztián tűzoltó alezredes. A húzamosabb időnet végzett magas színvonalú pedagógiai tevékenysége, valamint eredményes intézmény vezetői munkája elismeréseként Salgótarján jövő nemzedékéért díjban részesült Verbóiné Veres Gizella. A húzamosabb időnet folytatott kiemelkedő pedagógusi, edzői és sporttevékenysége elismeréseként Salgótarján sportjáért díjat vehetett át Szarvas Józsefné. Eredményes kereskedelmi tevékenysége, valamint a város gazdasági életének fejlődéséhez hozzájáruló teljesítménye elismeréseként Salgótarján gazdaságáért díjban részesült a Norszil kereskedelmi és szolgáltató korlátolt felelősségű társaság. A népművelők Nógrád megyei egyesülete kezdeményezésére Kerekes László díjban részesült dr. Ablonci Lászlóné nyugalmazott népművelő. Szintén Kerekes László díjat vehetett át Máté Lászlóné, a Művelődési Intézet Nonprofit Kft. Módszertani referense. A városi díszünnepség Radics Gigi és a Havanna Tánc stúdió fellépésével zárult. Hagyhajó, a szerelni!